Addig, amíg kegyes hozzánk az időjárás, szeptemberben is hódolhatunk papucs vagy épp szandál iránti szenvedélyünknek. Valljuk be, nincs is ezeknél kényelmesebb. Azonban nem sokára előkerülnek a szekrény mélyéről a zárt cipők, a mokasztin, a bokacsizma, amelyekből, ha nem megfelelőt választunk, bizony a lábfejünk deformálódásához vezetnek. Azonban gondolták volna, ha nem megfelelő lábbelit választunk, annak neurológiai következményei is lehetnek. Ideggyógyászati szempontból ugye ezek a legsebezhetőbb idegpályák, azt lehet mondani, amik a törzsből kiágaznak, úgynevezett hosszú pályák, és ezért nagyon sok belgyógyászati, reumatológiai, ízületi betegség, izombetegség és igazi ideggyógyászati betegségben ezek a pályák mutatnak először tünetet, tehát egy lábfájást nagyon széles látókörrel kell megközelíteni. A túlsúly is kihat lábunk egészségére. A lábboltozatunk, amin járunk, amin elrugaszkodunk, amivel lépcsőre fellépünk, az egy adott súly elosztása, és közvetve egy adott testsúly tartományra van betervezve. Hogyha ez a testsúly jelentősen nő, vagy valamiért jelentősen változik a láb terhelése, például a cipő áthelyezi önmagában a lábnak a teherhordó felületeit, akkor ez oda tudja csípni, oda tudja szorítani az idegeket, ez egy krónikus gyulladást okoz. És ahogy múlik az idő, a hölgyek lábára nem sok jó vár. Az agyunk frissebb, mint a csontjaink, és hosszabb ideig konzerválódik, ez kétségtelen. A nőknek a törékeny testalkata az sajnos a csontjaik törékenységével is jár. Ahogy a csontnak a szilárdsága csökken és a törékenységen nő, úgy kétségtelenül a teherhordó csontok, és itt az alsó végtag különösen, az jelentősen sebezhetőbbé válik. Ezért minél inkább előre haladnak a korban a hölgyek, sajnos annál gyakoribb az alsó végtag, különösen a nagy ízületeknek a fájdalma. Nem kell aggódni, van megoldás. Ha az ízületek mellé az idegek gyulladása társul, vagy a derékfájáshoz társul az alsó végtag fájdalom, ezt neuropátiás komponensű derékfájásnak hívják, éjszakai égő, szaggató fájdalmakat okoz jellegzetesen, akkor erre vannak speciális az idegvezetést megváltoztató, a fájdalomidegek vezetését megváltoztató gyógyszerek, amelyeket felírhatunk, illetve az idegeknek a túlélő képességét javító úgynevezett idegregeneráló vitaminok. Fehérváron 2 éve működik egy fájdalomterápiás központ, ahol gyógyírt találnak problémáinkra. Fájdalomterápiás központ azért hoztuk létre, hogy legyen egy olyan intézmény, egy olyan egészségügyi intézmény járóbeteg ellátás számára, ahol függetlenül a fájdalom eredetétől és okától mindenki ide fordulhat, bármilyen fájdalmával, fej, kar, test, fájdalmak, lábfájdalmak, bármilyen fájdalmakkal. Azok a szakmák képviselik itt magukat, akik ezeknek a fájdalmaknak az okát ki tudják deríteni, és terápiát is, tehát gyógyulást is tudnak rá kínálni. De vajon mi fáj a lakosságnak leginkább? Két leggyakoribb fájdalom a lakosság körében, a különösebb betegség nélkül is, a láb és a fejfájdalom. A lábfájdalmak 2 nagy csoportra oszthatóak. Az egyik, ami önérintheti mondjuk, fiatal középkorú nő betegsége, amikor a vénás betegségekről van szó, amilyen a viszeresség például, vagy a vénás pangás. Normális körülmények között nem érezzük, hogy van lábunk, vagy hogy fáj egészséges körülmények között, nem megterhelt állapotban. Annyi vér áramlik az artériákon, a verőereken keresztül a lábba, amennyi szükséges az izom vérellátásához. Ha terheljük, vagy sportolunk, akkor több, ha nyugodunk, kevesebb. És az elhasznált vér az szépen visszafolyik a szívbe, a gyűjtőereken, vagy a vénákon keresztül. Ez a két rendszer egymástól függetlenül megbetegedhet, leggyakrabban egymástól függetlenül betegszik meg. A nőknél, középkorú és fiatal nőknél leginkább a vénás betegségek dominálnak, ami azt jelenti, hogy viszeresség alakul ki, akár szülés következtében, akár elhízás, akár álló életmód, vagy munka, akár láblógatás miatt, a sok ülő munka és az inaktivitás miatt, de ezt genetikai hajlam is magyarázhatja, különösebben életmódbeli ráhatás nélkül. Rossz hír azoknak, akik krémekkel szeretnék helyrehozni a visszeres lábat, hogy ezzel nem oldják meg a problémát. Vannak krémek, amik segítenek a viszeres panaszok enyhítésében, de az általában már a későbbi stádiumban, a gyulladás stádiumában, amikor begyullad a viszér, vagy felületes trombózis alakul ki, és gyulladás komplikálja, mint szövődmény ezt a kórképet, azokban előnyös. Sima viszerességben az, hogy bekenni a krémmel a lábát, ad egy tüneti kezelést, ad egy tüneti eredményt, mert ezek hűsítő, kellemes hatású krémek, tehát úgy érzi, mintha a melegségérzése, a nehézségérzése csökkenne.
igazából ez nem előző, hanem a artériás megbetegedés is előfordul a lábnál, ez ultrahangos vizsgálattal szűrhető. Ilyenkor megvizsgálják lábfejünk különböző pontjain a pulzust, és rögtön kiderül, hol a gond. Az én lábamon is elvégezték a vizsgálatot. Ez az a normális pulzus, ultrahangos hang, amit hallunk az egészséges végtagon. Megnyugodtam, a lábfejemen lévő artériák egészségesek egyelőre. Hölgyeim, bármennyire is vonzódunk tehát a szűkorú cipőköz és bármennyire is szeretünk munkából hazaérve lustálkodni, tornára és zöldségre fel, annak érdekében, hogy még sokáig tudjunk virgácsainkon fájdalom nélkül tipegni.